brutális, én még nem voltam a hangfoglaláson, talán csak az elsőn valamikor, amikor még kezdetleges volt. Ez most már úgy néz ki, mint a frankfurti messe. Szóval az a színvonal, a gyönyörű dizájn, minden ki van találva hogy nem ölik meg egymást a dühöngőbe, ott is voltam, szóval a feleségem az azt mondta, hogy ez hogy lehet bírni órákig? Hát mondom, ez csak gitárosnak kell lenned, és már mindjárt bírod is órákig. Hogy tetszik a kiállítás, mesélj? Nagyon-nagyon tetszik. Miket nézel meg? Hát mostanában a zongorákat. Zongorázol? Igen, hát azt szeretnék majd negyedikes koromban. És hogy állsz ezzel? Elkezdted már? Még nem. Hány éves vagy? 7,5. Hogy hívna? Luca. Zenekarod van? Nem. Akarsz? Hát még nem döntöttem el. Az életem egyetlen egy fontos dolga a muzsika. Most a családot kivéve természetesen, de mint tevékenység a legcsodálatosabb dolog a muzsikálás. Én nagyon szeretek otthon egyedül gitározni az akusztikus gitáromon is, és nagyon szeretek nagyon sok emberrel játszani, nagyon jó zenészekkel is. És a felkészülési időszak otthon, a gyakorlás és a felkészülés a nótákra, az is egy nagyon jó szórakozás a számomra, és hát a buli arról meg nem kell beszélni, azért jönnek az emberek el a koncertre, és megveszik a jegyet, hogy megnézhessék, és hát akkor képzeld el, hogy mennyire jobban érzi magát a csapat fönt, aki ezt csinálja. Szia kislány, hogy tetszik ez a gitár? Nagyon tetszik. Szeretnél egy ilyet otthonra? Igen. Itt vannak a szüleid? Mondd nekik, hogy vegyék meg. Jó.